Kedves nézőink, a héten városunkban látogatott a gyerekek nagy kedvence, az Alma együttes. Most a koncertjükről készült összeállításunkat láthatják. Különös álmunkból kegyvőben járt a vég. Kumbák, 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 kumbák. Gyönyörű tájékon híges búztalnak neki. Kumbák, 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 kumbák. Amerikai szemmel is már nagykorúnak mondható az Alma együttes, hiszen ebben az évben ünnepli fennállásának 21. évfordulóját. Kedden három koncertet is adtak a Nagy László szabadidőközpontban. Mi a második után beszélgettünk a zenekar frontemberével. Gyakorlatilag, mivel ugye az első koncerten óvodások voltak, itt most iskolások voltak, emiatt hát különösen felszabadult hangulatba tudnak kerülni a gyerekek. Nincs ott anya, hogy azt mondja, hogy maradj, ne ugrálj. Úgyhogy a gyerekek, bocsánat, fölmásztak a székekre, a csilláron lógtak, mindenhol falra. Nem, jó volt, nagyon-nagyon szeretjük ezeket a iskolai és óvodai koncerteket. Ezeknek teljesen más hangulatuk van, mint amikor egy sima átlag koncerton, úgymond, ahol szülőkkel jönnek a gyerekek, stb. Azok mindig egy kicsit visszafogottabbak, ezek pedig ilyen csavart fel a szőnyeget feeling. A gyerekek a felnőtt közönségre jellemző csendes figyelem és udvarias taps helyett egy színházteremben is intenzíven élik meg a koncerteket, ami hatással van a színpadon játszó zenészekre is. Olyan energiákat mozdítanak meg, ami mellkason vágja az előadó művészt a színpadon, tehát egyszerűen egy ilyen euforikus, ilyen nagy, közös nagy öröm, és nem lehet ezt így szavakkal elmondani. Aki át már gyerekközönség előtt, és érezte ezt a megdöbbentő, fizikálisan érezni lehet, a szeretetet lehet érezni, tehát egyszerűen lehet azt, hogy fizikálisan hatása van az embernek a lelkére, szívére, mellkasára, tehát nagyon, nagyon jó, nagyon nagy élmény, nagyon szeretünk a gyerekeknek játszani. Egyre gyorsabbak leszünk, aki a végén nálam gyorsabb, mit kap tőle? Én adok rá 5 év garanciát. Az Alma együttes koncertjein nem csak a gyerekek érzik nagyon jól magukat, hanem a felnőttek is. Gondolnunk kell a felnőttekre is. Az nagyfokú udvariatlanság volna, hogyha itt ülnének az apukák, anyukák, és őket észre se vennénk. Ugye egy olyan koncerten, ahogy vegyesen jönnek a szülők a gyerekekkel, ott általában minimum a közösségnek a fele felnőtt emberekből áll. Muszáj őket észrevenni, muszáj őket is szórakoztatni. Mi úgy szoktuk ugye fogalmazni, hogy ez egy családi rendezvény, ez a legjobb, mert ugye egy gyűjtőfogalom, és ebbe ugye beletartozik nyilván a nagypapa, a nagymama is, bárki, aki eljön az Alma koncertre. Ami nagyon fontos és lényeges, hogy a zenében ne kössünk kompromisszumot egyáltalán, se hangszerelésben, se a játéktudásban, felkészültségben. Ami talán még speciális ebben a dologban, az valóban az, hogy a műsornak a szerkezete nagyon tudatosan és erősen van felépítve. Azok számára, akik gyerekeknek játszanak a színpadon, Buda Gábor szerint a legnagyobb kihívás a közönség figyelmének folyamatos fenntartása. Ez az Alma zenekar esetében jól működik, hiszen a gyerekek aktív részesei az előadásnak. Az Alma együttes dalaiban népzenei elemek is felbukkannak, ugyanakkor elkalandoznak a különböző modern zenei irányzatok irányába is, mint például a rap vagy a hip-hop. Én is hallgatok kereskedelmi rádiókat, hallgatok televíziót, figyelem a mainstream zenei világot is, és nyilván azt is, amely engem leköt, meg amelyeket jobban szeretek, zenei műfajokat. És
És persze ez egy csodálatos dolog, hogy ennyire nyitottá vált a világ, és hogy a world musical és a hangszereknek a sokszínűségével átjárások képződtek a műfajok között, a hangszerek között. Ma már teljesen elfogadottak a legextrémebb hangszeres kombinációk is egy zenekaron belül, tehát látni mindent, látni metal zenekart cimbalommal. Tehát, hogy van egy cimbal most benne. Tehát én azt gondolom, hogy egy fontos dolog van, az, hogy jó legyen. Ez mindennek a kulcsa. Jó legyen, és a mi esetünkben is még őszinte is legyen. Tehát ezt szeretni kell. Tehát ide egy picit több kell, mint pusztán zenésznek lenni és a színpadon játszani, pont amiatt, mert hogy nagyon speciális a közönségünk. Tehát itt mások az elvárások. Itt nem arról szól a történet, hogy én pózolok a színpadon, és szeretném, hogyha sok fiatal lánynak tetszenék, hanem itt az a cél, hogy ő azonnal baráttá és játszótársá váljon. És ez csak az őszintességgel, tehát az igazi őszintességgel lehet ezt elérni, hogy az ember felvállaltan olyan, amilyen ezeken a koncerteken, és a gyerekek egyébként pedig, hál' Istennek, ilyen szempontból nagyon befogadóak, és nem érdekli őket. Ők az embert látják, tehát őket az érdekli, hogy amit kapnak, azok az impulzusok, azok számukra befogadhatók-e, őszinték-e, vagy nem. Tehát úgyis a kulcsa itt ebben az esetben az őszinteség. Persze szakmailag is nyilván felkészülnek kell lenni. Remélem hallottad, így ülünk a lúcon. Pontosan látjuk, hogy vannak olyan dalaink, amelyek annyira nagy slágerek, és annyira szeretik a gyerekek, hogy nem meg se próbáljuk nem eljátszani őket, hiszen pont azért jönnek, hogy hallják. Tehát ez megint egy udvariatlanság lenne, tehát egy ilyen nagyképű attitűd volna, hogy én azt mondom, na csak azért sem játszom el, ma van a szülinapomat, mert hogy én már 10 éve vagy 15 éve játszom ezt a színpadon. Nem tehetem meg, a gyerekek azért jönnek, hogy többek között azt is hallják. Tehát vannak a kötelező slágerek. Ezen felül igyekszünk mindig új dalokat, ugye ahogy készülnek az új lemezek, beilleszteni a zenekar a programunkba, a koncertbe. Fontosnak tartjuk azt, hogy időről időre megújuljunk, vagy régi új dalokat eljátszunk, elkezdjünk játszani. Nincs semmi gondom, reggel van az időnapos, mindenki tudja, hogy mindenki a szülinapos. Remek a hangulatot, Az Alma Együttes az országban az egyik legtöbbet koncertező zenekar, ezért próbákat szinte nem is tartanak. Úgy készülünk a koncertekre, hogy születik egy új lemez, akkor a stúdióban annyit játsszuk, vagy gyakorlatilag bejátsszuk a dalt, ott meg is tanuljuk, és utána a koncerteken gyakorolunk, tehát hogy ott csiszolódik, formálódik még a dal, hogy itt legyen egy szóló, ne legyen, ki játssza a szólót, tehát nincs külön próbánk, mert így is többet látjuk egymást, mint a saját családunkat, tehát ezért ez ugye akkor ez így is egy elég kemény dolog. Az állandó koncertezés mellett egy új album is készül, ami több szempontból is különleges lesz. Most a Hortobágyi Nemzeti Parknak készítünk egy nagyon szép koncepció lemezt, anyagot, 10 dalt, lesz közöttük egy klip is, tehát az egyik dalhoz készítünk klipet is, ez majd online le lehet tölteni, tehát ez nem is annyira fizikai hordozón jelenik majd meg, hanem fölkerül egy honlapra, nyilván a Hortobágyi Nemzeti Park honlapjára, és onnan letölthető lesz ingyenesen. Úgyhogy ez egy nagyon szép anyag, egy nagy anyag. Ugye itt fontos volt az, hogy Natura 2000-es állatokról és egyéb dolgokról. Tehát itt ugye az volt a nagy feladat számunkra, meg a Kis Péterfi Márti számára, aki írta a dalszövegeket,
hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkkal karöltve, munkatársával karöltve átbeszéljük azt, hogy ők mit szeretnének igazából, hogy mikről szóljanak a dalok, milyen állatokról, milyen jelenségekről, természeti jelenségekről, hiszen ennek végül is ez a lényege, hogy valamiféle edukációs hátterül szolgáljon, és hogy tanuljanak belőle a gyerekek, hogy megismerjék a Hortobágyot, mert a Hortobágyról a ma gyermeke, ha tud is valamit, akkor körülbelül ennyit, hogy kilencjukú híd, hogy mit tudom, gémeskút, hogy szürke szarvasmarha, már aki ezeket egyáltalán ismeri. A többség az lehet, hogy valami ménesre gondol csak, meg, és körülbelül itt be is zárult a dolog, túlzok, és akkor így körülbelül ennyi. Közben meg hát csodálatos része nem csak a magyar ökoszisztémának, hanem az egész világ ökoszisztémájának a Hortobágyi Nemzeti Park. Tehát aki egy picit jobban rálát erre a dologra, azok számára ez így kinyílik, kibomlik, és rádöbbennek, hogy milyen gazdag, milyen fantasztikus, fenséges, igazi csoda ez a Hortobágy, és nem csak egy ilyen szikes kopár talaj, ahol nem történik semmi. Tehát, hogy csodák vannak kis országunkban, és a Hortobágyon belül is nagyon sok olyan dolog van, ami például olyanok is vannak, olyan növények, állatok, amik csak a Hortobágyra jellemzők, és csak ott találhatnak meg, úgyhogy ezeket meg kell őrizni, ha lehet, vigyázni kell rájuk, ha lehet, ha megoldható, és hát minél okosabb és értelmesebb gyerekeket kell neveljünk, akik ismerik a Hortobágyot, szeretik és értő szemmel látogatják. Mikorra várható ez az anyag? Ez őszre lesz kész, már dolgozunk rajta, tehát a dalok többsége megszületett, még van egy-két vers, amely megzenésítésre vár. Napokban kezdjük el a stúdió munkákat, a hangstúdió munkákat, hangszerelünk és folyamatosan dolgozunk vele, és ősz környékére, szeptember, október környékére már szerintem ígérhetem, hogy megjelenik. Egy jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, őszőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a szaladnak levetve, dombokra, hegyekre.